Doktornő, mi a kancsalság pontosan? Szakmailag hogyan határozható meg? Tehát a két szem együttműködését azt egy nagyon finom idegrendszeri mechanizmus szabályozza, és kétszer hat szemizom vesz részt benne, és ennek különböző mértékű zavarai lehetnek, és hogyha akkora ez a zavar eltérés, hogy a két szem már nem tudja összeolvasztani a képet, akkor beszélünk kancsalságról, valódi kancsalságról, amikor két teljesen külön kép keletkezik. Tehát tulajdonképpen valódi kettős látást okoz. Hogyan kezelhető a kancsalság? A kancsalság alapvetően, tehát az okkát nem tudjuk megszüntetni, hanem általában tüneti kezelést tudunk biztosítani, és nagyon gyakran elég a szemüveg. Tehát a szemüveggel már sok esetben a kancsalsági szög az beállítható, egyenesre állítható a szem, és hogyha ilyen megoldás nem segít, vagy nem elég, akkor műtétre kell, hogy sor kerüljön. Milán szülei egy éves kora után vették észre kancsalságát, két éves kora óta szemüveget hord. Tehát én így látok jól, és ilyen, amikor pedig nem látok jól, ez nyilván fordítva van a külső néző számára. Tehát amikor felrakom a szemüveget, akkor az automatikusan a helyére húzza a szememet, tehát esztétikailag így jó a kép, és a látásom is. Általában azt szoktuk mondani, hogy vagy egy műtét, vagy néhány műtéttel állítható be a kívánt állapot. Azt mondjuk ilyenkor, hogy kozmetikailag egyenes, tehát lehet, hogy mi szakmailag mérünk néhány maradék fokot, de hogyha az már egyenesnek látszik, akkor tulajdonképpen jó eredmény. Természetesen ez felnőtt korra vonatkozik, mert a gyerekkori műtétek ott azért sokkal jobbak a későbbi eredmények. Tehát olyankor még talán az is elő tud fordulni, hogy a két szem egybeolvasztja a képet, és valódi térlátás kialakul. Doktornő, bevallom, nem pontosan értettem, amikor kedvesen elmagyarázta a különböző képlátást. Az alatt mit értünk? Azt, hogy tulajdonképpen a két szem két különböző képet lát, és azt az idegrendszer nem olvasztja egybe, tehát tényleg két képet fog föl az agy. Kicsi gyerekkorban ezt az elég szörnyű állapotot az agy azzal segíti, hogy az egyik képet kikapcsolja. Tulajdonképpen ez az egyik mechanizmusa a tompalátás kialakulásának. Például felnőtteknél, hogyha egy betegség következtében alakul ki egy úgynevezett szerzett kancsalság, akkor bizony azt kell csinálni a kezelésig, vagy a regenerációig, hogy le kell takarni az egyik szemet. Mert úgy nem lehet létezni, hogy két képet látunk.